Tanácsadás, tájékoztatás, útmutatás, erről szólt az egyetemen tartott állásbőrze. Jelen voltak a szakmaválasztás előtt álló diákok, akik lehetőséget kaptak kialakítani elképzelésüket a jövőt illetően, de többen önéletrajzzal, konkrét céllal érkeztek a rendezvényre. Azért jöttem az állásbőrzére, mert itt szeretnék elhelyezkedni Nyíregyházan és a vonzás körzetében, és itt szeretnék munkát is keresni, főként gazdasági pozíciókban, HR, marketing, kereskedelmi szinten. Úgyhogy remélem, hogy sikerrel járok. Az állásbőrze az a hely, ahol találkoznak az álláskeresői és foglalkoztatói igények. A megfelelő karrier lehetőség megtalálása érdekében fontos, hogy mindenki a saját képzettségének megfelelő munkaerőt tájékozódjon. Halkóné dr. Rudolf Éva kancellár kiemelte, a házigazda Nyíregyházi Egyetem a modellváltás egyik sikerintézménye. A megnövekedett hallgatói létszám a térség vállalatai számára is előnyös lehet a jövőre nézve. Mi is a dolgunk nekünk? Megtartani ezeket a hallgatókat. Nem csak megtartani, tovább növelni a hallgatói létszámot. Miért? Hogy azoknak a befektetőknek, azoknak a vállalkozóknak, akik Nyíregyházára jönnek, Nyíregyházán élnek, Nyíregyházán kínálnak, illetve a közvetlen környezetében lehetőséget, mi tudjuk a szakember utánpótlást biztosítani. Mi is a dolgunk? Egy olyan egyetemet teremteni, egy olyan hallgatói életet teremteni, hogy még vonzóbbá tegyük a Nyíregyházi Egyetemet. Hogyan tudjuk ezt elérni? A hallgatói életet próbáljuk mind intenzívé tenni. Vissza fogjuk hozni a főhét a következő évben. Nagyon fontos. Fontos, hogy a középiskolások is megismerjék a Nyíregyházi Egyetemet, a Nyíregyházi Egyetemen lévő képzéseket, az itteni színvonalas oktatást és az itteni kutatásokat. Fontos a hallgatói élet, a hallgatói rendezvények. A főhén kívül gólyanapok, gólyatábor, gólyabál és olyan hallgatói szolgáltató egységeket, infrastruktúrát fogunk kiépíteni, ami egyedülálló lesz a térségben. A megnyitón jelen volt a debreceni BMW gyár HR marketing specialistája, aki arról beszélt, hogy milyen változatos lehetőségeket nyújt a munkaerő számára a fejlődés és a digitalizáció. A nyíregyházi városvezetés számára ez a hét az állásbőrzével és a pénteki szakmafeszttel arról szól, hogyan lehet összekapcsolni a foglalkoztatói és munkavállalói igényeket. Én azt gondolom, hogy már itt Nyíregyházán annyi munkahelyteremtés folyik, az itt lévő cégek, és ezt emelném ki, mert az újak, azok majd egy-két év múlva jelennek meg, de nem véletlen, hogy itt van a BMW, szerintem már a BMW is azon töri a fejét, hogy hogyan tudná a legfontosabb beszállítóit ide küldeni Nyíregyházára, mert ennél jobb hely zöldmezős beruházásra se nagyon van. A kiállító standoknál többek között megtalálhatóak voltak olyan cégek, vállalatok, mint a Contitech, a Hübner, az Eisman, a Koloplast, a Magyar Honvédség és a Bonduelle.